Tisztelettel köszöntjük Kovács Tamás a Nagy Kun Labdarúgó Klubelnökét, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást erre a kis beszélgetésre. És akkor felvezetésként az első kérdés az lenne, hogy az elnök úr hogyan van megelégedve a csapatnak az eddigi teljesítményével. És melyik csapatnak? A felnőtt csapatnak? A felnőtt, igen, a felnőtt csapatnak, igen. Egy foci csapatnak a megítélése az sose lehet egységes. Én nem láttam még olyan szurkolót, aki elégedett lenne a csapatával. Ez ugyanúgy igaz magyar szinten, ugyanúgy igaz egy megyei szinten, ugyanúgy igaz egy MB szinten. De szerintem még Münchenben, meg Barcelonában is néha elégedetlenkednek a szurkolók. Ha visszatérünk a Kamizsára, akkor azt gondolom, hogy jelentős eredmények vannak, és vannak hiányérzetek is. Ezek meg lettek fogalmazva a csapat felé is, meg a szakvezetés felé is. Ugye az, hogy tavaly ott tudtak maradni, ott tudtak lenni az élmezőnkben egy feljutó csapatként, és idén szintén ugyanott vannak nagyságrendileg, ugye folyamatosan itt a harmadik, hatodik helyi környéken, az ötödiken végeztünk. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy pozitív történet, ezt nem lehet elvitatni se a csapattól, se a szakvezetéstől. Hiányérzetek ugye mindig ott vannak, hogy van elég lelkesedés, van elég támadás, van elég agresszió, ezek, amik bennem is milyen hiányérzetként felmerülnek, és ebben a kettő ambivalenciájában kell megítélni ezt a csapatot. Köszönjük. És akkor kérdezem a következő kérdést. Hát Nagykönyvben fontosan a negyed század ezelőtt NB1-es mérkőzéseket rendeztek, sőt előtte évtizedekig NB2-eseket. Tudjuk, hogy a feltételrendszerek jelentős változásokon mentek keresztül az elmúlt évtizedekben, elsősorban infrastruktúrálisan. A kérdés az lenne, hogy van-e a klub részéről olyan pályázat benyújtva, ami konkrétan a stadionfelújítást célozza, és ha igen, hogy állnak ezek a dolgok jelen pillanatban? Tényleg összetett kérdés, ahogy mondta Laci. Az, hogy NB1-es volt még a 90-es évek elején, az azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az akkori olajipari cégek, akár egy DKG, akár egy Kögáz, akkor még tudta szponzorálni a csapatot. Jelenleg ilyen cégek nincsenek, és azt is látni kell, hogy a részben a magyar gazdasági élet, meg részben a magyar foci élet is jelentősen átalakult, és az NB1 azért egy másik szintén válik. Amilyen pályázatunk benne van, az a sportcsarnok felújításnak a második üteme, amihez a TAO támogatást megkaptuk. Tehát most jelenleg ugye maga a küzdőtér az fel lett újítva, egy korábbi pályázat keretében az rendelkezésre áll. Jelenleg, amikor az MLS-től megkaptuk a TAO jóváhagyást, az a másik szárnynak a felújítása, ahol az öltözőket, esetleg konditermet és egyéb létesítményeket ki lehetne alakítani. Ehhez az önkormányzat önrésztámogatására, vagy bármilyen más forrásból számozó önrésztámogatásra lenne szükségünk. Magára a stadionra jelenleg most nincs ilyen pályázat, és ezt most nem is tervezzük meg. Köszönöm. Az infrastruktúra után kicsit beszéljünk az anyagi részről és a financiális részről is. És most nem a számok lennének a fontosak, hanem ha vannak középtávú, rövid vagy középtávú célok, akkor ugye ahhoz kellenének a támogatók. Ezen a téren hogyan áll a klub? Jelen pillanatban a klubnak a finanszírozása három fő lábon áll. Ott van a TAO finanszírozás, amelyik ugye elsősorban az utánpótlásra fordítható. Ezen túl egy jelentős összeggel támogat bennünket az önkormányzat is, azon túl, hogy a magát a létesítményt azt rendelkezésünkre bocsátotta. És a harmadik erős láb pedig az, hogy az AEV, az Alamegyi Építőipari Részvénytársaság is szponzorként a csapat mögött van. Köszönöm. Elnök úr, megkerülhetetlen a kérdés, ma már az elektromos médiumok és a világháló világában az információ áramlás az gyakorlatilag is túlzásra fénysebességen szágúd. Hallani innen-onnan, hogy az októberi önkormányzati választások után néhány helyen a csapatok nem biztos ugyanazok a célokért tudnak küzdeni, mint amit a szezon elején esetleg kijelöltek számukra. Hát Nagykun is azon városok közé tartozik jelen pillanatban, ahol a közgyűlés összetétele megváltozott.
Tud-e bármit is mondani azzal kapcsolatosan, hogy ennek az új közgyűléseknek milyen a viszony a klubhoz, illetve történt-e bármiféle kapcsolatfelvető, vagy ez még került áll? De a Nagykanizsai Labdarúgó Egyesület az elsősorban a gyerekekkel és a gyerekeknek a sportjával és az örömével foglalkozik, hogy a politika távol álljon tőlünk. De pár perce pont itt ebbe a szobába itt ült egymás mellett a polgármester úr és Gondi Zoltán úr, akikkel Lácos Attilával, a felnőtt csapat ügyvezetőjével közösen beszéltük át a csapat kihívásait, azokat a lehetőségeket, amik vannak, és azokat a szükségszerűségeket, amire szükségünk lenne. Én azt érzem, hogy mind a ketten elkötelezettek a sport iránt, és azért azt látni kell, hogy Nagykanizsán a labdarúgó egyesület az, amelyik a maga 270-280 gyerekével a legnagyobb tömegbázis megmozgatja. Köszönöm szépen, és akkor végezetül engedjen meg, elnök úr, egy személyes kérdést. Ugye közelmúltban nevezték Jöntöt a Szabadis ZRT elnök vezérigazgatójává, ha jól tudom. Ez még egyszer gratulálok itt is. Nem? Nem. Nem? Nem, mert eddig is a vezérigazgatója voltam a cégnek, és most az elnöke leszek. Elnézést. Akkor módosítunk, akkor gratulálunk hozzá még egyszer. És mindamellett Pauzom is ugye a klub elnöke is. És hogyan egyezteti össze ezt a két feladatot? Nem érzél, hogy esetleg ez a kettő egymás rovására menne? Leginkább a szabadidő rovására megy. Azért egyik feladat se egy egyszemélyes játék, tehát nem egy one-man show. Azért itt az egyesületnél is részben olyan elnökségi tagok vannak, mint akár a Láncos Attila, vagy a Zsirai Robi, akik rengeteg munkát vesznek le, vagy magánál az egyesületnél, akár a Manyi Némi, akár a Feri, vagy az utánpótlás vonalon a Bene Gabi, akik azért itt a napi működést csinálják. Tehát én a klubnak a napi dolgaiban azért annyira nem veszek részt. Jó, köszönjük szépen, még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, és örülök ennek a kívánunk boldog karácsonyt önnek, és sok sikert. Boldog karácsonyt mindenkinek, meg a médián keresztül, minden szurkoló.